51. fejezet, a második angyal üzenete. Azok az egyházak, amelyek nem fogadták el az első angyal üzenetét, elfordultak a menny világosságától. Az üzenetet kegyelemből küldték, hogy felébressze őket és meglássák világiasságuk, valamint visszaesésük valódi állapotát, és igyekezzenek elkészülni az Urukkal való találkozásra. Az első angyal üzenetének célja az volt, hogy Krisztus egyházát elkülönítse a világ romlott befolyásától. De a tömegnél, sőt, még a hitvalló keresztényeknél is erősebb volt a földhöz való kötődés a mennyei vonzásnál. A világi bölcsesség hangjára hallgatók is elfordultak az igazság szívet vizsgáló üzenetétől. Isten azért adja a világosságot, hogy szeretettel fogadjuk és engedelmeskedjünk annak. Ne vessük meg, és ne utasítsuk vissza. A világosság, amit küld, sötétségé válik azok számára, akik semmibe veszik, amikor Isten lelke már nem vési be az igazságot az emberek szívébe, akkor minden hallgatás és minden prédikálás hiába való. Azzal, hogy az egyházak elutasították Isten tanácsát az adventi üzenet elvetésével, az Úr is elvetette őket. Az első angyalt a második követte e kiáltással, leomlott Babilon, a nagyváros, mert az ő paráznaságának haragborából adott inni minden pogány népnek. Jelenések 14 rész 8. Ezt az üzenetet úgy értelmezték az adventisták, hogy az az egyházak erkölcsi bukásáról szóló kijelentés, mely az első üzenet megvetésének a következménye, a kiáltvány leomlott Babilon 1844 nyarán hangzott el, amelynek következtében körülbelül 5000-en hagyták el ezeket az egyházakat. Azoknak, akik az első üzenetet hirdették, nem az volt a céljuk, hogy szakadásokat idézzenek elő az egyházakban, vagy hogy külön szervezeteket alakítsanak. Miller Vilmos így nyilatkozott: egész munkálkodásom során fel sem merült bennem az a szándék vagy gondolat, hogy a meglevő felekezetekből valamilyen különálló csoportot szervezzek, mondta Miller, vagy hogy egyiknek a másik rovására kedvezzek. Mindenkinek segíteni akartam. Azt hittem, minden keresztény örülni fog annak, hogy Krisztus eljön. Reméltem, hogy azok, akik másként vélekednek, nem fogják kevésbé szeretni a tanítás elfogadóit. Nem gondoltam, hogy valaha is szükség lesz külön összejövetelekre. Minden vágyam az volt, hogy lelkeket vezessek Istenhez, hogy figyelmeztessem a világot a közelgő ítéletre, és embertársaimat készülésre buzdítsam, hogy nyugodt szívvel találkozhassanak Istenükkel. Azoknak a nagy többsége, akik munkám eredményeként megtértek, beléptek a meglevő egyházak valamelyikébe. Ha egyének jöttek hozzám és érdeklődtek kötelességük felől, mindig azt mondtam nekik, menjenek oda, ahol otthonosan érzik magukat, és tanácsomban sohasem részesítettem előnyben valamelyik felekezetet az ilyenek számára. Egy ideig az egyházakban sokan szívesen látták munkálkodását, de amikor az adventi igazság ellen döntöttek, akkor el akarták folytani ennek hangoztatását. Azok, akik elfogadták e tanítást, igen nagy próbába és tanácstalanságba kerültek. Szerették egyházukat, azért nem szívesen szakadtak el tőle. De amikor kinevették és elnyomták őket, és megtagadták tőlük azt a kiváltságot, hogy beszéljenek a reménységükről, vagy részt vegyenek az Úr eljöveteléről szóló igehirdetéseken, végül sokan felkeltek és ledobták a rájuk helyezett igát. Amikor az adventisták látták, hogy az egyházak elvetették Isten igéjének bizonyságát, többé nem tekintették egyházukat, Krisztus egyházát képviselőknek, az igazság oszlopának és alapjának. Midőn pedig hirdetni kezdték, hogy leomlott Babilon, igazolva érezték magukat abban, hogy megszakították velük korábbi kapcsolataikat.
Az első üzenet elvetése óta szomorú változás állt be az egyházakban. Mivel az igazságot elutasították, a téveigést fogadták el, és azt ápolták. Isten iránti szeretetük, igéjében való hitük kihűlt. Az egyházak megszomorították az Úr lelkét, így az nagy mértékben visszavonult. A késlekedő idő. Elmúlt az az idő, 1844 tavasza, amikorra a Krisztusvárók uruk visszajövetelét második ízben várták. Azokat, akik hittek megjelenésében, egy ideig kételj és bizonytalanság vette körül, de csalódásuk ellenére sokan tovább kutatták a Szentírást. Újra megvizsgálták hitük bizonyítékait, és a proféciákat gondosan tanulmányozva újabb világosságot kerestek. A Biblia bizonyságtevése, amely alátámasztotta állásfoglalásukat, világosnak és perdöntőnek tűnt. Félreérthetetlen jelek mutatták, hogy Krisztus eljövetele közel van. Bár a hívők nem találtak magyarázatot csalódásukra, biztosan tudták, Isten vezette őket tapasztalataikban. Hitüket nagyon megerősítették ama igéknek közvetlen és határozott alkalmazása révén, amelyek az idő késlekedését helyezték kilátásba, mint hogy az már 1842 év elején Isten lelke felindította Fitz Károlyt, hogy megfejtse a profétai táblázatot, amelyet általánosságban a Habakuk proféta által közvetített parancs beteljesedésének tekintettek, amely így hangzott: írd fele látomást és vést táblákra. De akkor még senki sem látta az idő késlekedését, amelyet ugyanaz a jövendőlést tár fel. A csalódás után azonban megvilágosodott ennek a szövegnek teljes értelme. Így szól a proféta: írd fele látomást és vést táblákra, hogy könnyebben olvasható legyen, mert a látomás bizonyos időre szól, de vége felé siet és meg nem csal. Ha késik is, bízzál benne, mert eljön, el fog jönni, nem marad el. Habakuk 2 rész 2-től 3 versek. A várakozók örültek, hittek, hogy az az Isten, aki ismeri kezdettől fogva a véget, áttekintette a korszakokat, és előre látva csalódásukat bátorító reménykeltő üzenetet küldött nekik. Ha nem lett volna ilyen írás részlet, amely megmutatja, hogy helyes úton vannak, hitük e megpróbáló órában elhagyta volna őket. A 10 szűz példázata az adventisták tapasztalatát mutatja be egy keleti esküvő eseménye által. Akkor hasonlatos lesz a mennyeknek országa ama 10 szűzhöz, akik elővévén a lámpásaikat kimenének a vőlegény elé, késvén pedig a vőlegény mindannyian elszunnyadának és aluvának. Máté 25 rész, 1 vers és 5 vers. Az első angyal üzenetének hirdetése messze terjedő mozgalma megfelelt a szüzek kimenésének, míg a várakozási idő elmúlása, a csalódás és késedelem a vőlegény késlekedését ábrázolta. Miután a meghatározott idő elmúlt, az igaz hívők mégis egyesültek abban a hitben, hogy mindennek vége közel van. De nem sokára nyilvánvalóvá vált, hogy bizonyos mértékben elvesztették buzgalmukat, átadásukat és a példázatban jelzett alvó szüzeknek a várakozási idő alatti állapotába jutottak. Ez idő tájt megjelentek a fanatikusok is. Egyesek, akik az üzenet lelkes híveinek mutatták magukat, nem tartották Isten igéjét egyedüli, csalhatatlan útmutatónak. Azt állítva, hogy a lélek vezeti őket, saját érzéseikre, benyomásaikra és elképzeléseikre hagyatkoztak. Olyanok is voltak, akik elvakult buzgóságukban elítéltek mindenkit, aki nem szentesítette eljárásukat. Fanatikus elgondolásaik és cselekedeteik nem találkoztak az advent hívők nagy testületének rokon szemvével, és szégyent hoztak az igazságra.
Az első üzenet hirdetésének 1843-ban és az éjféli kiáltásnak 1844-ben éppen az volt a célja, hogy elfojtsa a fanatizmust és a viszályt. Ennek az ünnepélyes mozgalomnak a résztvevői között összhang volt. Szívük tele volt az egymás és Jézus iránti szeretettel. Uruk közeli eljövetelét várták. A közös hit, a közös áldott reménység minden ellenük irányuló emberi befolyás ellenőrzése fölé emelte őket, és pajzsnak bizonyult Sátán támadásai ellen.